Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt középen látjuk. Ez a hölgy téged szimbolizál, és ő gondol rád. Ő tudja az, hogy te most szomorú vagy, hiszen itt alul a kelyhek jelentik a múltad, és ezek úgy a feje tetejére álltak, jelentik a sebzett emlékeket, a fájdalmakat, a könnyeket, a szomorúságot, és ez jelenleg megvisel téged. Úgy befele tekintesz, szomorú vagy, de ő tudja azt, hogy van jövő. És a jövő itt felül látható a két kehely, ami jelenti a ti párkapcsolatotokat, őt és téged, és az érzelmeket, mert a kelyheknél mindig érzelmekről van szó. Sőt, tudja azt is, hogy közeledni fog hozzád, átnyújtja ezt az arany kelyhet, kimutatja az érzelmeit. És ha érzelmekről van szó, akkor megnézzük itt a baloldali kártyákat, az ő érzelmeit. Te vagy itt a királynő, és ő elvárja azt, hogy te is nyújtsd át ezt az arany kelyhet, és mutasd ki az érzelmeidet. De mindkettőtöknél vannak korlátozások, vagy félelmek. Nálad az érzelmek terén, hiszen vannak félelmeid, vagy bizonytalan vagy, az is lehet, hogy ő megbántott téged, ezért nem tudod azt, hogyan közeledj hozzá. Ő is érzi itt a korlátozásokat, mint egy kerítés, és látható a képe, hogy mennyire szomorú. Tudja az, hogy történt valami, ami most korlátoz benneteket abban, hogy legyen közeledés. Pedig ő ezt tervezi. És mit fog tenni, az itt látható jobb oldalon. Lépéseket tesz feléd, közeledik hozzád. Itt a kettes szám jelenti a kapcsolatot kettőtök között, de ő szeretne változásokat, szeretné azt, ha lenne egy új irány. Ő úgy gondolja, hogy sok a munkád, sokat dolgozol, lehet, hogy ez kimerít téged. És itt ezen a képen lehet egy munkahelyi változás, amikor van két ajánlat és döntened kell, de a kép azt is jelentheti, hogy kicsit bizonytalan vagy, kicsit még vacilálsz. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a képek. Miért vagy olyan szomorú? Itt a halaknál pénzről van szó, vagy a munkahelyről, lehet, hogy ez is elszomorít téged, de a halak jelentik a belső értékeket is, lehet, hogy úgy gondolod, hogy ő nem értékelt téged. De közeledik hozzád, megnézzük, hogy milyen gondolatokkal, milyen érzelmekkel. Itt a hold látható, ez jelentheti az anyai érzelmeket és a gondoskodást, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Itt mély érzelmekről van szó, és nálam megvan ez a terv, hogy ezt kimutatja. Vannak elvárásai. Itt ez a koporsó lezár valamit. Ő elvárja azt, hogy te is közeledj hozzá, hogy nyújtsd át az arany kelyhet, és mutasd ki az érzelmeidet, de fél attól, hogy te le akarod zárni ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy emiatt olyan szomorú. Itt a kígyó majd jelenti a gyógyító erőt, meg a változásokat, a megújulásokat, de a kígyó lehet egy nő is. Nem hiszem, hogy van nála egy másik nő, de előfordulhat az,
hogy van valaki vagy a te környezetedben, vagy az ő környezetében, aki megpróbál beleavatkozni a dolgokba, és szeretné azt, ha ez a kapcsolat lezárulna. Lehet, hogy ettől is fél, és ez korlátozza őt. A te korlátozásaid, az érzelmeid, a félelmeid. Itt megjelenik a felhő valami bizonytalan számodra, valami átláthatatlan számodra. Lehet, hogy ezért van a bizonytalanság, de ő jönni fog. És lesz egy új irány. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, és erre mindkettőtöknek szükségetek van, ahol le tudtok gyökerezni. A fa jelenti a gyógyító erőt, rendeződnek a dolgok. Sok a munkád. De itt lesz egy döntés, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, különösen, ami a munkahelyet illeti. Itt vannak lehetőségek, lesznek döntések. És a nap megvilágítja ezeket a dolgokat, és megkönnyíti a döntéseket. Az ő jelenlegi helyzete... Ő hűséges, megbízhatsz benne. Ez a kutya jelenti a baráti kapcsolatokat is. És a te jelenlegi helyzeted. Itt látható a ravasz róka, vagy vannak nálad még bizonytalanságok, vagy úgy gondolod, hogy ebből úgysem lesz semmi. De a ravasz róka jelentheti azt is, hogy valaki figyelget téged, kíváncsi, vagy irigy rád. Lehet, hogy a munkahelyen van ez a probléma. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!